Sebestyén vagyok, és én fogom vezetni az új RTL Klub családi valóvilág sorozatát, melyet Orbán Viktor támogatásával, illetve a családügyi minisztérium, illetve az igazságügyi minisztérium támogatásával készült. Jó szórakozást érzünk! Sebestyén vagyok, és én fogom vezetni az új RTL Klub családi valóvilág sorozatát, melyet Orbán Viktor támogatásával, illetve a családügyi minisztérium, illetve az igazságügyi minisztérium támogatásával készült. Jó szórakozást érzünk! Hát őszintén, fiam, mondd meg, fajtalankodtál a nyártól, miért hapzik megint a szája? Dehogy, apu, hát hogy képzelsz ilyet róla? Egyszer igaz, betettem neki hátulra, amikor foszforaszkált a szeme. Hagyd már a gyereket cundizni! Csodaszép vagyok. Sebestyén vagyok. Sebestyén vagyok. Fiam, csengetett a gázórást. A gázórát akarja elvinni. Már egy éve leszereltük, egy vacsi van helyette. Add oda neki, hagyd vigye boldogan. Odaadtam apu neki. Kicsit szervóval rá kellett hátulról segítenem neki, hogy elmenjen, mert be akart jönni. Azt magyarázta, hogy ő akarta leszedni. Én megmondtam neki, hogy leszedtem helyette. És ez az ő munkája lett volna, de nem tartozik semmivel. De most már lassan nem kívánatos is menjen. Hát hogy szereltétek le a gázórát? Hát a svéd fogót visszaadták a rendőrök. Hát nem azzal segített rá a Gyuri a rendőr gondolkozására. Hagyjuk már apu ezt a gázórát. Hát már az újságban volt, hogy a 20 kilovattos oszlop vezetékéről a házunkba jön közvetlen a kábel. Már mindenki ezzel basztott. Hát két az újságíró már meghalt, de hát azért sokat tudnak róla. Mikor lesz már ebéd, engem ez jobban érdekel. Mindig csak a faláson jár az eszed. Elnézed már lassan 30 éves leszel, hogy a víznának is a pénztárcáját anyád vágja haza. Szégyeld magad! Ne basztasd a gyereket! Azért az iskolás lányért 5 évet kapott, mert neki 5-ször mondott nemet, a többinek csak 2-szer. Megáll az eszem. 30 éves, és a bírót is nekem kellett lefizetni, meg a 2 tanút eltenni láb alól. 30 éves, hülye gyerek! Hagyd békén a gyereket, az én gyerekeimből becsületes emberek lesznek, mint Orbán! Mi volt, hogy leszakadtam a kolat? Tényleg, fiam, olyan ütédet vagy. Hát te miért nem tudsz karriert, mint a többi? A mágnás 70 millió csikkasztott áfából autókat hozott be, közben azokat maradtak, csak papíron szállította, mert te hülye vagy! Nem úgy megy ez már, apu. Hát az istenénye 70 éves, és mikor vagányra vettem a pénztárcáját, majd leszakadt a hájam, mert üldözött. Alig tudtam hazahozni. Hát segítsetek nekem. Az a baj, hülye fiam, hogy egész nap fáz, összlombálod csak a kis kunkori. És sem nem a munkájár az eszed. Hát ott volt a markolós autó. Hát színetfényből torgalmazhattál volna belőle, vagy 500 ezret. Hülye gyerek! Apu, ezek már kifutott üzletek. Hát ez minden az informatechnikában van a pénz. Megkrekkelem az NSA honlapját. Az küldök két atomrakétát, ha nem fizet valamelyik ország.
Hát hol lesz te hülye gyerek? Ez itt Budapest. Hát Budapesten más fut. Nem, hogy én ne bekerülném már a metró projektbe. Hát megnézed, még kipályázik. Azt megkínálod kis baseball ütővel. Azt már is kijed a projekt. Apu, most olvastam az önkormányzat honlapján, hogyha a családfő szellemi fogyatékos lehet pályázni segélyre. Szerintem nálunk ez bőven bejön. Jaj, hülye gyerek, hát már többször megmondtam neked, pofádat lakat zárja. A másik meg az, hogy megszereztem neked a vállalkozási engedélyt, a gizsikét ott az íróasztalon az önkormányzatnak gerince vágtam, aztán lába az égnek át azt visított. Hát még te el se tudnád elintézni, mert te hülye gyerek vagy. Jaj, apuma, ne keménykedj! Már nem a keménykedésé, az a jövő. Sokkal jobbat tudok. Nyitok egy szénbányát, egy kisebb barlangot, beküldöm a munkásokat. Azt a bátyus majd akkor engedi ki őket, ha aláírták a végrendeletükbe, hogy ránk hagyják a házat. Elég legyen hülye kisöcsém! Hát te meg kibudóvónak se feleltél meg! Olyan dagadt vagy tény, hogy nem tudott senki bejönni tőled. De aztán ki akartad baszni a gizikét, az megragadtad a parókájának, az jól kikúrtad a parókáját. Jaj, bácsi, te is olyan maradi vagy. Hát már régen nem azért van a jövő, aki olyan kemény, hanem akinek itten fennem van ott a vízfolyás. Hát már régen megeszik a kólát, aztán nem figyel senki, mint tönkre megy. Hát itt van a Gógyi. Ne basztasd a kismalacot! A kismalacnak van Gógyia. Te meg csak úgy, hogy a lányok budját még visítanak. Már így bíjjuk a bejelentéseket elintézni. Hallgass! Elég legyen ebből. Mind a két fiamnak karriert akarok. Azt akarom, miniszterelnökök legyetek. Menjetek el az egyetemre, de ne a lányok pénztárcáját hozzátok el, hanem diplomát pecsételbe, hülye gyerek!